Sziasztok, Kitti vagyok. Sziasztok, Krisztián vagyok, és meg szeretnénk mutatni nektek, hogy milyen a Mikes. A Mikesről annyit kell tudni, hogy két fő épülete van. Itt vagyunk a B épület előtt, és most megnézhettek velünk két infóórát. Mielőtt bemennénk, egy-két érdekességet elmondanék az iskola feliratáról. Erről lesz kell tudni, hogy a diáktársaink készítették 3D nyomtatóval. Most először megnézzük, hogy is készült ez a felirat. Mert ezt a feliratot az iskolában tervezték és nyomtatták. Gyertek, tartsatok velünk! A Mikes az alsó galai vasútállomás mellett helyezkedik el, és azért vonattal a legkönnyebb bejárni. Ez itt egy informatikai rendszerüzemeltető óra. Itt akár azt is meg lehet tanulni, hogy telefonon hogy irányítsuk az okos otthonunkat. Nézzünk is be egy kicsit. Élőben is bemutattam, hogy hogyan lehet telefonról kapcsolni a lámpát. Ez egy okos lámpának minősíthető eszköz. Ki be tudom kapcsolgatni a lámpát távolról is. Itt van egy kapcsoló, az egyiket kapcsoltam, elaludt a lámpa, a másikat kapcsolom, felkapcsolódik a lámpa. Itt lehet felkapcsoljuk, felérünk a lépcsőn, lekapcsoljuk a lámpát, elalszik. Nagyon sok ábrát és makettet, de főleg a népszerű autó kulcstartókat készítettük el ezzel. Szintén 3D nyomtatóval készítettük el az iskola kulcstartóit is. Ez itt a Mikes büfé, általában miatt szoktunk késni órákról. Most megmutatom nektek, hogy az A25-es teremben mi zajlik. Az iskolánk egyik profilja az informatika. Vajon ti össze tudnátok rakni a számítógépet? Vagy csak az elméletben könnyű? Gyertek velünk és megmutatjuk. Hát itt van az a rács, igazából csak azokat engedik ki, akik össze tudják rakni a gépet. Mögöttünk zajlik az oktatás, de mi betekintünk. Ezért király a Mikes, mert itt valódi oktatást kapnak a srácok. Mögöttem ez itt egy virtuális számítógép összerakó program. Így csöppeltünk a virtualitásból a valóságba. Ha szeretsz bütykölni, és jó a kézügyességed, és szereted a modern technikát, akkor itt a helyed. Ha úgy érzed, hogy jól tudsz emberekkel dolgozni, akkor ez a szak neked való. Mert a pedagógus munkatárs a játékos játékos. Ő a pedagógus jobb és bal keze. Segíti a pedagógus munkáját óra közben, segít a lemaradó gyerekeknek a felzárkózásban. Teszi mindezt vidáman, jó csapatban és rengeteg játékkal. Gyertek, megmutatom, milyen is egy ilyen óra hangulata. Nagyon várjuk, hogy boldoggá tegyük a gyerekeket! Hát igen, ezek az órák csupa móka és kacagás. Kicsit irigylem is őket. Most betekintünk a kisgyermekgondozó képzéséhez. Ez egy 5 éves képzés, ami érettségit és technikumot is ad, így korábban juthattok szakmához. Később pedig leérettségizhettek. A kisgyermekgondozó gyerekek főleg napközbeni ellátásáért felel. A kisgyermekgondozók a gyerekek első 3 évében nyújtanak segítséget.
Kijöttünk egy kicsit az udvarra, és most mesélünk nektek a diák életről. Az egyik legjobb élmény a Mikes karácsony. Ez egy elképesztően jó hangulatú buli, ahol rengeteg program van. Például a 9. évfolyamos tanulók bemutatkozó műsora, vetélkedők, vasaválasztás és vendégelőadók. És a hetekben zajló tanulmányi versenyek eredményeit is itt hirdetik. A másik ilyen király dolog a Mikes kupa. Egy nap a szabadban, főzőversenyek, sporttevékenységek, vetélkedők. A Mikes kupát a legjobb hódítja el. A szalagavatónk a városi sportcsarnokban kerül megrendezésre. Ez egy óriási, felejthetetlen bulival zárul. Jövőre indul két új szak, teljesen igazodva a piaci igényekhez. Az egyik a színház és rendezvénytechnikus, ez egy igazi pörgős szakmateli rendezvénnyel. A másik a mozgókép és animáció készítő. Ha youtuberek akartok lenni, ez abszolút a ti szakotok. Ennyi volt a körbevezetés, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ides, ides, várunk! Egy jó szakmát keresel, amivel a biztos megélhetés vár. Tudj meg mindent, ismerd meg az iskolákat, találd meg a hozzád leginkább illő szakmát a tsc.hu oldalán. Kezedben a jövő. Tatabányai Szakképzési Centrum.